Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Hölgyeim és uraim, már is itt vagyunk a második résszel, újabb négy vendéggel. Kezdődik a 3-2-1+1 című műsorunk újabb forgatása, és köszöntöm a legendák kategóriájában Selmeci Györgyöt, aki 1989-ben volt ralliban abszolút bajnok, aztán terepralliban kétszer 92 és 93-ban, tehát indokolt, hogy te képviseld itt most ezt a kategóriát ebben a műsorban. A tapasztalt László Zoltán, hát még te is mosolyogsz rajta, és kérdezted az adás előtt, hogy miért erre gondoltam, és miért téged választottalak, de hát ezt majd a műsorban elmondjuk a többieknek, de gondolom sokan tudják, hogy idén és tavaly is indultál a Monte Carlo Rallyn, amit szerintem nem sokan tudunk elmondani Magyarországról, magunkról, autóversenyzőkről. Sauer Gergő a tavalyi év RC 4-es és 2 VD bajnoka. Szia Gergő, köszöntelek a műsorban, te pedig a tehetségeket képviseled nálunk. És köszöntöm a plusz egy vendéget, a közéleti személyisége közül dr. Kollár Lajos professzor urat. Szerbusz, köszöntelek! HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Megyünk tovább, akkor még egy kicsit az a civil dolgokra. Hát neked egy nagyon ismert céged van, ugye ez a GLS futárszolgálat, az szerintem kevesen vagyunk az országban, akik ne ismernénk. Hogy bírod ezt, Zoli? Nagyon kinőttétek magatokat. Hát igen, nagyon szeretek dolgozni, 25 éve csináljuk ezt a feladatot, egyre többet fejlődünk, több helyen van depónk, és egyre több csomagot szállítunk ki mindenkinek, gondolom nagy megelégedésre. Szeretjük tudjuk, ezt hogy a tevékenységet. Késik az állítmány. Én meg majd az átutalános számlát természetesen a műsor után fogom küldeni, de hát ez vicc. Gergő, te pedig, hogy mondjam, a pályafutásod érdekében szereltél-e? Hiszen mindenki tudta, hogy te Mohácson ugye rendőr. Jó, csak azért kérdezem, de végül is úgy döntöttél, hogy onnan eljössz. Igaz. Jó, oké, akkor ezt megbeszéltük, tehát most már más civil foglalkozást űzöl, és talán kicsit szabadabb is vagy azért a sport tevékenység tekintetében, kicsit több a lehetőséged akkor, nem? Végül is lényegesen, igen. Igen, hát ezt tudom mondani, mert hát nyilván nem titok, hogy én Bacsa Tamással foglalkozom, most az utóbbi időben is ő valamilyen szinten hasonló szörűszem katasztrófa védelmi tűzoltó, és pontosan tudjuk, hogy ezt azért az ottani beosztásokkal összehangolni egy versenynaptárt milyen nehéz. Nem, egyszerű, de össze lehet egyébként. Tehát, hogyha nagyon akarja az ember, akkor megoldható. Akkor menjünk a sport, parancsolj Zoltán. Örülünk, hogy leszerelt a Gergő, mert nagyon sokat megbüntetett ott bennünket, nagyon sok futárunkat. Ilyen volt, tényleg? Hát jó, mert, na mindegy, igen. Most ő feláradhatja fel akkor a küldeményeit állatok, hogy valami visszajöjjön? Megegyeztünk utána, megbeszéltük. Értem. A DPD-vel küldözgetek, nem a GLS-e. Közben nem is hoz a Zoli küldeményt ki. Én 200 000-re büntettem meg, mint sportfelügyelő versenye, úgyhogy én nem is visz nekem semmit a GLS-t. No, ez nagyszerű, és akkor már kanyarodunk a sport témához, mert azért az köztudott rólad, hogy te nagy vitorlázó vagy, sőt, ennek a szövetségnek, a vitorlás szövetségnek két ciklus alatt is az elnöke voltál 2013-tól egészen a tavalyi őszig, amikor te egyébként már nem jelöltetted magad újból. Ennek mi volt az oka? Amit te elterveztél, azt meg tudtad valósítani ott a szövetség élén is? Hát az oka valóban ez volt, hogy részben én azt gondolom, hogy amit vállaltam, azt teljesítettük, teljesen átalakítottuk a versenyrendszert, meglehetősen sikerrel rendbe tudtuk tenni a Vitorlás Szövetségnek a gazdálkodását, jelentős pozitívummal adtam át utódomnak, megnyertük a pályázatot, és hát sajnos az építkezéssel csúszás volt, de idén át fogjuk tudni adni a füredi megállópontot, ami tulajdonképpen a Magyar Vitorlás Szövetségnek, a Kajakenu Szövetségnek és Füred városának lesz egy objektuma, ami áll egy 152 hajóhelyes kikötőből, és a szép klubházból, ami végre otthona lesz megint a Vitorlás Szövetségnek, olimpiai továbbképzőközpont, ahol nemzetközi meetingeket tudunk rendezni. De az utóbbi években az volt a probléma, hogy a korábbi telephelyünket elvesztettük, és a hazai szövetségi versenyeken egyszer nem tudtuk hajókat hol tárolni, vagy hol nem tudtak kikötni, tehát vagy a keleti, vagy nyugati medencéből a világ végéről kellett följönni hajóknak egy versenyre. Most ezeket a, vagy ebben a kikötőben fönntartuk helyeket ilyen célra, hogy ingyen és bérmentve versenyzők oda tudjanak jönni. Én azt gondolom, hogy előre léptünk, és hát azért nem szabad elfelejteni, olimpiai évében vagyunk, az olimpiai sikereink azok egyre
jobbak lettek. Már Rióban 3 vitorlázó volt ott. Most mi várható elő? Ugye a japán tokiói olimpián? Hát, hány kvótánk lesz most én még mindig aggódom az, hogy egyáltalán lesz-e. Mármint olimpia? Olimpia. Uh-huh. És ha nem, akkor viszont nagyon, nem vitorlázókat, nagyon-nagyon sok sportolót fog érinteni, mert egyszerűen ki fognak futni már, és azok, uh-huh. akik tavaly kvótát szereztek, azok egy következő olimpiára már nem fogják tudni megtartani, tehát az egészet újra kell indítani. Nem tudom, aggódom, hogy mi lesz ennek a vége. Reméljük, hogy lesz olimpia veszély nélkül. Augusztusra van tervezve, ugye? Igen. Dolgozó szállítás. Buszrend. Csoportoknak? Buszrend. Rendezvényekre? Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. És akkor nézzük, hogy Selmeci György hogy készült föl mentálisan, és egyébként is erre a műsorra, mert Gyurikám, hát hogy kezdődött ez a dolog, és azért voltam ilyen kicsit cinikus, mert nem ma történt ez. Igen, 75-ben találtam ki, hogy csinálunk egy autósportklubot, a Mecsiki Szén autósportklubot. Imádom ezt az elnevezést, aminek kupa is van. Gulyás Emil barátommal ketten alakítottuk égeredményt. Hiszen ott dolgoztatok a Szénbányánál. Mind a ketten a Szénbányánál dolgoztunk, sőt Emil az közlekedésmérnök, ő volt a főnökem. És pont abban az időben hagyta abba a Bálint Árpi a versenyzést. Én Árpit nagyon tiszteltem, mint gyerek néztem versenyen, ismertem az összes mitvárjelét, a Sasót, az autóit, mindenki, Förster is, tehát mindenkit ismertem. Árpi felkértünk, és Árpi lett az edzőnk. Akkor még ez, hogy edző ilyen nem igen volt, de hát azért volt mindenhol egy Mester Pista a volánban, egy Grünwald itt a Perjes Lacival. És Árpi odajött, nem is gondolta senki, hogy ebből egy ilyen klub növi ki magát, hogy csapat magyar bajnokok lettünk. Igen, Gulyás éveken Emil, belül, nagyon röviden. Éveken belül, 70-ben abszolút magyar bajnok volt. Nem is gondolta senki, hogy amikor mentünk évvégén díjkiosztóra, akkor a Szénbányától kaptunk egy latvia kisbusz, mindenki csodálkozott, hogy jéj, ez egy buszon jönnek. Mi még jönnek. Emlékszünk erre a típusra, igaz? Mit? Én majd mondok egy-két még régebbi, Uránvárosi autóverseny, körverseny. Körverseny, mi volt repülőt, én ezeket csak olvastam mindent róla. Úgyhogy így aztán elkezdtünk versenyezni. Aránylag jó ment, mert az első verseny Mecsekrali volt, a második versenyen, ami Volán Rally volt, és a hírhet Harkasgyepű is benn volt a pályán. De ez még túra? Ez még túra, és 75, elhoztam a kupát, mert a Hidegennek is láttam, hogy elhozta az első kupáját, én is elhoztam. Ez azért érdekes, mert a Jani nyert előttem egy másodperccel. Épp azt akartam, hogy ő orrolt elorolt, egy másodperccel megvert. Egyébként a Gulyás Emil vezette végig a versenyt, és amikor mentünk be a célba, megfordult a Polska Fiat motorja, és lefeküdt egyébként, ő nyerte volna. Így a Jani elugrott az első helyre, én meg a másodikra. És még egyszer volt a Janival ugyanez a szisztéma, vagy a szituáció, hogy vezettem előtte egy Budapestről, egy nemzetközi Budapestről, itt abszolútban, 10 másodperccel eljött az utolsó gyorsasági. Jani elment szárazba, nekem elkezdett esni az eső, de akkor még bátor voltam, nem érdekes, akkor még nem estem esőbe. Utána a kablak törlőbe, és nem működött. És a Jani egyetlen egy másodperccel megvert. Megint ismételt magát az élet. Én nekem MPEC 79-ben pedig az utolsó versenyen dőlt el, hogy ki lesz az abszolút magyar bajnok, a Kanyik anti-budapesti volán a Dudás Misivel, vagy mi, egy másodperccel. Hány gyorsaságot vettek ki azért ott, négy, hogy a Kanyik négy volt, és 3-at kivettek. Igen, mert azokat te nyerted. És kárpótlásul elvittek a budapesti volánba, igen. És kaptam egy állami autót, ami akkor egy nagyon nagy dolog volt, hát ott olyan nevek mentek, hogy csak a Ferjánsz Attilát mondjam, vagy a Nagy Kokót, ugye, a közös barátunk. Hát olyan nevek voltak a Lejtolt Karcsi, hogy oda bekerülni. Az egy kis kokó, az egy élmény volt, és hát én ott ragadtam következő. Még a túrában volt egy olyan sztorid, mert ugye már Ferjánsz Attila legendánk nevét említetted. Emlékszem, hogy ugye nyertetek érmet, tehát ugye mondtad az előbb, hogy második lett a Hideg Jani mögött, és hogy a díjkiosztón majd együtt lesztek ugye Ferjánsz Attilával. Másnap múlva lett volna a díjkiosztó, de hát Attila nem jött. Az a szitu volt, az volt életem első abszolútja, amit nyertem, az 78-ba egy nyírségralin. Ferjánsz nyerte a rallit, én nyertem a Ferjánszra a túrát. Addig nem is beszéltem vele, csak mindig néztem, ő volt a legenda.
és egész éjjel nem aludtam, hogy másnap a Ferjánccal együtt a dobogon, és már ugye az volt a szokás, hogy abszolút túra, abszolút, hogy a rally, és akkor ott fénykép, mondom. És oda mentem, és mondta a speaker, hogy Ferjánc úr, elnézést kér, mert Párizsba kellett neki utazni. Úgyhogy ott álltam egyedül. Igen. Ez egy csalódás volt, és ehhez képest utána pedig egy életre szóló barátságot kötöttetek, de hát erről még majd beszélünk. László Zoli, hát mindenki ugye a mostani szereplésed alapján ismer meg, évekig voltál előfutó, de hát ez nem így van, mert lehet, hogy a fiatalabb generáció nem is tudja, te már a 90-es évek legesleg elején is már versenyeztél, 91-es Mecsek Rally, Opel Kadett GSI, előtte mi volt, mert azt még én sem tudom. Műsorunk támogatója a Csokimax Magyarország Kft. Hogy kezdődött ez nálad? Ez úgy kezdődött, hogy én gyerekkorom óta imádtam az autósportot. Állandóan kis játékautókkal játszottam, mint gondolom, hogy összes gyerek, de én világéletemben autóversenyző szerettem volna lenni. Sajnos ez nem adatott meg, és talán a 90-es évek elején egy barátommal vettünk egy zsigulit, és avval elkezdtünk másodosztályba menni. Az összes versenyen szinte mind kiestünk, egyedül a Mecsek Rallyn sikerült célba érnünk, azt mindjárt meg is nyertük. Azt hiszem, abszolútban lettünk második, a kategóriában meg első. Az már egy biztató eredmény volt. Ez igen. Következő évben vettünk egy Opelt Svájcba, egy teljesen utcai autót, abban megpróbáltunk versenyautót varázsolni, de hát mindig nagyon kevés volt a költségvetésünk. Avval vitézkedtünk egész évben, hát az sem nagyon ment, mindig valamiért ott is kiestünk. És sajnos én nekem, hát illetve nem sajnos, de utána jött a gyermekem, és el kellett döntenem, hogy tudom folytatni, vagy nem tudom folytatni, illetve hogy felnevelem a gyerekemet, vagy inkább autóversenyzek. Hát és én az autósportot engedtem el inkább, és maradt a gyereknevelés, utána pedig hát az üzlettel kezdtem el foglalkozni. Jöttek a vállalkozások egymás után, és én körülbelül egy olyan 20 évre ki is kerültem teljesen ebből az autósportból. Úgyhogy majd ne tagadjuk, kezdtek bejönni a számításaid is, hát megint igen, csak szépen-szépen jöttél a hátsó ajtón befelé. Igen, mert azért félszemmel mindig kacsingattam erre. Először elkezdtem versenyre járni, nézni a versenyeket. Akkor megkerestett egy csapat, hogy támogassam őket. Ezt nagy örömmel megtettem. Ezt gondolom ma is minden nap megtörténik, nem? És ők ajánlották föl, ezt hallották, hogy én mentem régebben versenyeken, és hogy adnak egy előfutóautót, amivel tudnék előfutó lenni. Először itt a Mecseken mentem, akkor következő évben már két versenyen. Addig-addig azt vettem észre, hogy minden egyes versenyen a Magyar Bajnokságban megyek valamilyen előfutóautóval. Ez nekem annyira megtetszett, hogy mindenféle kötöttség nélkül. Én azt hittem, hogy ebben egy külön kategóriát majd létrehoznak. Rendszeresen elég sokan mindig előfutóként. Amikor én ebbe belekerültem, egy nagyon jó kis csapat volt, egy állandó csapat. A Bodolai Laci, én nem is tudom már talán kik voltak, de akik most ott az elejében versenyeznek. Igen, tehát mi együtt mentünk Subarukkal, nagyon komoly autókkal. Igen. Én nekem akkor jött az a gondolatom, hogy ezt inkább elengedném, amikor kicsit ellaposodott ez a dolog. Meg egy idő után a fiam is elkezdett versenyezni, mert hát ő is fölnőtt, 18 éves lett, ő látta, hogy én megyek ezekkel az előfutóautókkal, ő mindig ott jött mellettem, először elkezdett navigálni, akkor mondta, hogy nem ülhetne. Melletted is ült, azt hiszem, hogy Mikulással is, ugye? A lányom is többször ült mellettem. Igen. És akkor, hát őt is kellett támogatnom. Akkor ő is elkezdett versenyezni, és ő túlnőtt én rajtam, elkezdett menni ilyen külföldi versenyekre. És én borzasztó rosszul éreztem magam, hogy ott ülök a szervizparkba, és ő jön, megy, én meg csak ott ülök, és ezt egyszerűen nem tudtam feldolgozni. Megkérdeztem az MNAS-től, hogy én kaphatnék-e licencet. Azt mondták, hogy igen. És akkor újból elkezdtem versenyezni. Úgyhogy igazából én most 3 éve versenyzek megint. Tehát azért mondtam, hogy a tapasztalat, az azért mögöttem nagyon kevés. Na erre a kis rivalizálásra majd visszatérünk még, mert szerintem azért van. Gergő, nálad hogy kezdődött ez az egész történet? Mert ugye itt azért a régióban te ilyen kisebb versenyeken mentél, és már akkor néztük, hogy ki ez a Sauer Gergő, aki eszeveszett módon terelgeti a kis ladáját. Hát mikor, de így egyébként, hogy voltak akkoriban még, hát most is van még ez a mini rally bajnokság tulajdonképpen. Igen, igen, igen. Csak akkor még ugye egy Siklósi Autósport Egyesület, meg egy Mohácsi is létezett, akkor mégis ők közösen rendezték ezt meg Mohácsi, meg Siklósi helyszíneken. És
Hát igazából ott kezdődött ez az egész, meg utána a Markó Tibi által, meg a Balatonyi Árpi által rendezett sprinteken. Igen, meg a Mark, meg ezek a futamok, igen. Nálad a családban legnagyobb mentorod édesapád volt, persze, aki később a navigátorod lett. Igazából azt kell, hogy mondjam Béla bácsira, hogy a cinkos társad is, mert hát azt ő lett a navigátorod. Ki akartak mozdítani ebből a motorozás történetből. Igen. Ő meg unokabátyám, az Erős Balázs. Értem. És akkor így ők ketten tereltek erre, hogy bármi legyen, az csak nem a motor, hanem akkor, hogyha már sebesség... Mert hogy a motor veszély. Ez, hát az autó is, de hát a motor az jobban büntet, igen, de meg gyorsabban, de igen, és akkor igazából így alakult ez, de hát, és akkor félig meddig magától értetődő volt, hogy apám üljön be mellém, mert én amúgy sem vagyok egy nagy műszaki ember, most már nyilván ragadt rám az elmúlt 10-11 évben, de hát ő alakította mindig ki az autóimnak a... A Staladát végül is együtt építettétek otthon, ugye? Hát így barátok, meg ő, hát főleg ő is. Motoron kívül azért sok mindent ő csinált. És akkor igazából így került bennem, ő egy 4 évig ott volt, vagy 5, nem is tudom. És azt tudjuk, ugye köztudott rólad, hogy nyilván a Magyar Rally egyik álló csillaga, Ranga László volt a másik ilyen mentorod, akit te nagyon nagy ilyen példaképnek tekintesz. Hát nem ismertem sajnos őt, de ő... Azért tartottam annak mindig is, mert ő tudta leginkább, meg a legjobban, én szerintem legalábbis átadni ennek az egésznek a lényegét. Tehát, hogyha valaki olvasott róla esetleg, meg megnézte azokat a videóanyagokat, amikben ő beszél erről az egészről, én szerintem ő mondja a legjobban a lényegét ennek. Tehát, hogyha valaki ezt meghallgatja, és már van valamennyi fogalma erről az egészről, és hogy megpróbálja azt csinálni, amit ő elmondott, meg ahogy ő elmondta, az szerintem egyenes út a sikerhez. Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ottigeo Földmérő Kft. Akkor ez nagyon belédivódott az ő szavai, amiket ő volt rám a legnagyobb, meg a legkomolyabb hatással, ilyen szem. Tehát így sport emberileg, meg felfogásában ebbe az egészbe, hogy ő ehhez hogy állt hozzá, azáltal, ahogy ő ezt ő elmesélte, meg átadta, így a, úgymond a médiába, írottba, vagy így a amit így utólag egy hozzám hasonló korú ember őtőle megkaphatott így ilyen formában, én szerintem ő volt az, aki ezt a legjobban át tudta adni. Tehát mondjuk senki nem tudta úgy leírni az érzéseit, meg a sport, ez a sport által őre gyakorolt hatását, mint mondjuk a Senna. Na ő neki a Senna volt a példaképe. Igen. Tehát na ő hasonló meg tudta ezt csinálni. Tehát én szerintem köztünk magyarok között sok ember nem volt, aki ennyire át tudta adni ezt. Ő mondta azt, hogy már Ranga, hogy lehetsz nagy, ő is ugye 6-szor volt abszolút bajnok, azért az nem kis dolog. Igen. De akkor vagy igazán nagy, hogyha amit megszerezti tudást, azt át tudod adni. Na ő, én szerintem erre abszolút képes volt. Sajnos témánál vagyunk. Professzionális autó, a Ferdit leszámítva, a Lacika. Igen. Tehát sajnálatos dolgok miatt sokat jártam vele versenyre. Ezt akartam nem csak autóversenyző volt, hanem szervező, csapatépítő. Ez az a hőskor volt, amire te még emlékszel, amikor a kamikázi autóversenyzők rendszerint hajnalig bulizva, másnap még futam előtt egy feles betóval vagy beértek, vagy nem. Én ott voltam olyan Salgó Rallin, amikor Laci hazazavart egy emberét, mert nem feküdt le 10 órakor, és ott voltál a piásüveg. Tehát ő nem csak autóversenyileg, hanem szervezésileg is az egy óriási arc volt, és az a stílus, hogy ő egyébként autót látszólag soha nem ment gyorsan. És mindig a legjobb időket megcsinált. Hát abban az időben, amikor a Janika fölvert a porta üzőegekig, a Laci úgy fordult el, hogy szinte nem is porolt, de gyorsabb volt, mert néztük ott. Szóval a Laci az ilyen szempontból tényleg egy óriási arc. Tudományosan is foglalkozott már. A Lacinak volt egy olyan hihetetlen, vele született intelligenciája, amit ő nagyon hasznosított ebben a sportban. Én hát sajnos csak az utolsó években jártam vele egy-két versenyre, amikor hát nyilván aggódott, hogy valami olyan baja van, akkor azért legyen ott vele valaki, aki ismeri az alap dolgait, meg betegségeit. De számomra egy élmény volt, hogy ő ezt az egészet megszervezte, a szállástól a szervizpontokig, és hát a régi csapattagjaival, sokakkal, még most is nagyon jó viszony, Szatmári Csabi is sorolhatnám, aki az oldtimer autójaimat szokta összerakni. Tényleg az egy abszolút kiemelkedő egyensége volt a magyar autósportnak. Ugye hát közös barátunkról, Ranga Lászlóról beszélünk és emlékezzünk meg, mert akkor mi már ismertük egymást, és te valóban ott voltál mellette. Neked, mint az egyik legjobb barátjának, milyen volt
és szakemberként azt tudomásul venni, hogy nála jelentkezett egy betegség. Miközben ő a hihetetlen akarat erejével, az előbb dicsért mentalitásával tovább, tovább és tovább versenyzett, egészen addig, ameddig csak lehetett. Hát ezt hogy élted meg? Nehéz erről beszélni, Laci, amikor megjelent nálam avval, hogy egy flekket találtak ott idején, akkor még nem voltak ezek a modern képalkotó eljárások, mint manapság elmer, CT sorad, nem? És hogy alakul át az emberi lélek egy betegséggel? Lacinak az első reakciója az volt, hogyha az kiderül, hogy neki valami olyan baja van, akkor 220-as betonoszlop, ő nem, meg őt ne operálják. Ehhez képest 11 műtéten esett át, és többszöri műtétek között magyar bajnokságot nyert. Tehát az elképesztő keménység, akaraterő, elszántság, akkor már sajnos egy tüdő rezekción, tüdő eltávolításon is túlesett, és hogy erősödjön a másik tüdeje, lufikat kellett fújni. Tehát Laci reggeltől estig fújta a lufit, és egyszer fölhívott, iszonyatos lihegve. Azt hittem, hogy szörnyű baj van, és mondta, amikor levegőhöz jutott, akkor elmondta, hogy nem, csak el akartam adni 20 km biciklizet. Tehát ő egyszerűen mindent elfogadott, érthető módon. Én ott voltam minden műtétjén, sőt volt, amit én csináltam, és volt olyan, hogy nyár elején műtét, és ezért már a meccseken már itt volt. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Tehát valami elképesztő, hogy ezt az egészet. Aztán ennek vannak ilyen tragikomikus része is, hogy akkor a sportolosi vizsgálatnál nem vették észre, hogy nincsen tüdeje, meg szóval, és megkapta a sportengedélyt. Ezt most már egy utólag el lehet mondani, nem vagyok büszke rá, hogy milyen a szokva időnként. De én valóban a Lacit emberleg is borzasztóan szerettem, és hát mondjuk az én magam részéről csak egy mondat, vagy egy-két mondat, hogy én tulajdonképpen apámtól örököltem hogy a technika szeretetét, ő annak idején egész Európát körbe motorozta, és Egyiptomban a piramisoknál járt motorkerékpárral, abban az időben, amikor tele volt a magyar utak, ugye patkószöggel, és mit tudom én, hát amint lementünk a Balatonra, akkor az úgy volt kalkulálva, hogy 3-4 defekt, egy hengerfejpakolás csere, meg ilyenek, egy 36-os Skoda Rapiddal, nem Rapid, bocsánat, Populárral mentünk le a Balatonra az egész család. Nagybátyám vezette az egyik járművet, apám általában inkább a motort, és 6-7-en a 4 személyes autóban gyerekek, rokonok, a motoron 3-4-en, én a tankon, nővére anyám ölébe, és elindultunk a Balaton felé, bőszénfánál már ment a hengerfejpakolás meg ilyenek. Tehát a három sebességből, amit a 14-es autójavító vállalat egy hónapig összevarázsolták, hogy minden menjen, abban leértünk, addigra már rükvet soha nem volt, talán maradt a második, harmadik, vagy ez volt a hőskor, és amit az előbb jeleztem, hogy apám nagyon szerette az autózást. A háború alatt elvittek az oroszok egy Adler junior kabrióját, és megmaradt egy 250-es lemezvillás szóló motorkerékpára, én abban együtt nőttem fel, és akkor még Pécset az Uránvárosban, ugye volt a körpályán a verseny, igen. Meccseken voltak a körpályás motorversenyek, Bálint Árpi gyorsasági, igen. Tehát én egy kicsit ebbe a körbe úgy bele kapcsolódtam. Az Árpinak az a Steyr puhja, az első, az a fekete-fehér Steyrje, az én szobám ablaka alatt tárolta a Szabadság úti házunkban. Mert neki nem volt még garázsa ott a Móricz Zsigmond körtéren. Úgyhogy amikor az Árpi verseny előtt megérkezett, és akkor először elkezdte bemelegíteni a motort, mert ugye, hogyha rögtön egy olyan hőértékű gyertyával, akkor bekormolódott volna, hogy először alacsony hőértékű alatt járatta a fél órát, gyertyacsere, és így lehetett, ez nem úgy van, mint manapság, hogy így csinálsz, és megy a logó. Ezt a hőskort én végigértem, és nyilván megmaradtak ezek az emlékek, aztán, nem tudom, te talán ismerted a Cranford Pandi nevét. Igen. Ő egy rendkívül ügyes, hát ő salakozott egyébként, mint motorversenyző, és a Berva Pandi szerviznek ő volt a vezetője Pécset, és minden nyáron ott dolgoztam nála, és hát ennek megfelelően természetesen Bervába kezdtem én is. És a Pandi, mielőtt a KGST leállította volna a magyar motorgyártást, konstruált egy hadsebességes, lábváltós, sporthengerfejes Bervát,
és annak a szakító próbája Ausztriába ment, hogy hogy tudta kijutni, azt nem tudom, de a Puchal, meg Motoguzival, meg nem tudom mivel tesztelték, egy fantasztikus motor lett volna, és akkor leállították a gyártást. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Gyuri, ott tartunk, hogy megvolt ez a kihagyott éved, az 1987-es, és akkor jött az a csoda, hogy Mester István visszahívott a budapesti Volánba, amit te örömmel elfogadtál egy kis táskával. Ez így igaz, mert azt mondták, hogy ilyen még nem volt, a mester nekem megmondta, hogyha maga innen elmegy, soha ide jöhet látogatóba, de hogy maga többet nem lesz volános, abban biztos lehet. Mondta az Árpi, hogy ez igaz, meg a Ferjász is mondta, hogy ide téged még egyszer nem engednek. Bemondtam, hogy jó. Nem, én akkor is VFTS-sel akartam menni, elmentem, következő évben nem mentem, és egyszer hívott a mester, hogy ha Pesten járok, nem tudok beszaladni. Bemegyek a Volánba, az a Gyuri bácsi tudja mit, üljön vissza egy 1006-os széria zsigulira, nem kell magának semmit csinálni, nem kell elvinni az autót, odahozzák az autót a versenyre, felkészítik. Mondom, Pista bácsi, ez így jó hangzik, és mit mondok otthon? Hogy én már befejeztem az autóversenyt, mert hazajövök Pestről, hogy mégiscsak megyek. De mondtam, jó, ezekkel a feltételekkel, hogy nekem nem kell feljárni Pestre, és nem kell az autót javítani, készítgetni, benne vagyok. Szinte gyári versenyző lettél? Hát ez egy gyári versenyző, bukós is, a kis táska, felhívtam a jutasit, akit ismertem, hisz a Szemperi Trollin állulaktunk, a Fellyen Fifinek volt a Mitfarerja, tehát én ismertem őt, hogy nincs-e kedve versenyezni, nem kerül egy fillérbe se, nem kell csinálni semmit, ide kell jönni, hozza a kis táskáját, bukós isakot és versenyzik. Na. Ez így is volt, meg volt az első verseny, ugye az mindig megelőzi a hegyi versenyt, az első rali verseny. Majd a mester mondta, hogy menjek fel, nem tud feljönni. Hát mondom, fel tudok, ugye nem ez volt a megállapodás. Megnyertem a versenyt, nem tudom mi a baja, vagy mit akar, felmentem. Azt mondja Gyuri bácsi, van egy javaslatom, mondta mi Pista bácsi. Azt mondja, üljön vissza az Alpinra, mondom az Alpinra. Hát mondom, ezt aztán otthon, hogy mondom, meg válogatott vagyok autóban, megint az Alpinban, hát nem is vagyok otthon soha, meg a munkahely. De hogy, és akkor elvállaltam, és visszaültem az Alpinra. Szó szerint úgy volt, megjött a szerelő, én elmentem a hegyi verseny rajtjába, megérkezett a tréler, rajta az Alpin, a szerelőmmel, legurítottam, milyen gumival akarsz menni, és mentem vele. Előtte ő csinálta nekem az Alpint 7-8 évig, tehát minden adat megvolt. Ebben az évben már milyen színe volt? A sárga még, vagy a piros? Már a piros. Piros volt, piros, igen. Az nem állt neki annyira jó. Az a piros lett, de az úgy, hogy amikor én eljöttem, akkor a Faragó Ebi megkapta ezt az autót, és ő festette pirosra, és megbízták a Ferjánszékat, hogy ők szervizeljenek. Na most olyan jó sikerült, hogy a hét hegyi versenyből minden héten kiállt. Tehát egyszer nem tudott vele menni. Mindig volt valami problémája, megoldott a gond, és akkor én ráültem. És az tartott egy évig, erőtána jött a Ferjánsz. Igen, akkor ti már nagyon jóban voltatok Attilával, jó barátságot ápoltatok, és Attila elcsalt a budapesti Volánból egy új egyesületben, Novatrade Navigátor esébe. Na hát amikor azt bejelentettem a Volánba, hogy akkor köszönöm, én elmegyek, addigra a Ferjánszel is már úgy megromlott nagyjából a viszonya a Volánba, hát ott mondták, hogy na hát aztán ide soha többet nem jöttek vissza. Mondtam, hogy Pista úr, hát azért ez csak egy Audi Quattro, hát azért csak a Camel pénz, mert az ilyen minden pénzről szól. Mint te mondtad, hogyha nincs, akkor nem tudsz menni, mert nem tudsz, ez pénzről szól. A Lacinak, a Rangának ezért volt szerencséje, mert a Marlboroval belenyúlt, volt, aki segített a nagykokkal, mit tudom én, a bankba. Tehát annyi pénz volt, hogy el se tudjátok képzelni, hogy ők miből versenyeztek. Neki nem is lehetett volna másodiknak lenni, ahogy annyi pénzből. Hát nem lehetett volna. Ő marha jó vezetett, kihasználta. Nagyon jó autója, legjobb autókat hozták neki mindig. És neked szemben milyen elvárás volt 89-ben Attila részéről? Abszolút magyar bajnoknak kell lenni. Tehát ez volt, mivel ő csak külföldön megy, mondtam, hogy te ez marha jó pofa, Ranga megy majd egy Lancia-val, én meg az Audival. Nem, ezt meg kell, hogy nyerjed, mondtam, hogy jó.
kipróbálnám tréningezni, akarok az autóval, mondta a fejlesztő, várj egy kicsikét. Te mentél első kerékhajtásúval, azaz asztava. Mentél hátsó kerékhajtásúval. Ez meg négy kerék. És nem engedett feleverni. Úgy ültem bele, hogy beleültem. Csúzlira. Hölgyeim és uraim, második forgatási napunk első részét látták. Köszönöm szépen a figyelmet. A talk show felvételei az impozáns Kodály központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.